És akkor a válaszom mindig az, hogy nem tudom. De egy dolgot tudok, hogy egy jó évünk lesz, és az Úr velünk is ki lehet ellenünk. És van bennem egy bátorító ige. Örülök, hogy látlak benneteket. Nagyon élveztem ezt a délutánt, ezt az estét, amit együtt töltöttünk. És hat köszöntjük külön azokat, akik most Székelyföldön néznek bennünket. Isten áldjon meg benneteket. Köszöntjük azokat, akik. Kelet-Magyarországon, Hajdúságba, nyíregyházaiak mondták, hogy akkor leáll az Isten tisztelet, Isten áldjon meg benneteket. Köszöntjük a Budapest és Budapest környékieket, akik, akik nem élőben, illetve a közvetítésben követtek bennünket. Köszöntjük az Angliában lévő eh, magyar testvéreinket, Brüsszelben köszöntjük, illetve a Hollandiában lévőket. És mindazok, akik velünk együtt vagytok Békés megyétől kezdve. Az egész országon át. Isten áldjon meg benneteket, és köszöntjük azokat is, akik itt vannak. Itt vagytok. Körülbelül két hónappal ezelőtt kezdtem keresni aktívan az Istent, hogy egy bátorító igét adjon nekem, ami egy vezérfonala is lehet a 2019-nek. Ahogy tavaly a kibontakozás évét, és hogy most kezd kibontakozni, sok területen meg is tapasztalhattuk, és nagy élmény volt ahogy végigutaztam az országot, hogy sok emberrel találkoztam, hogy megragadták ezt az ígéretet, és nagyon jó megtapasztalásaik voltak, mert az ige az kimegy és elvégzi a munkát. És most erre az esztendőre a Szent Szellem megelevenített bennem egy igét, a II. Korintus 2 Korintus 6.2-ben található, amit szeret, amivel szeretnének benneteket bátorítani, és hadd legyen ez az igevers, ami újból és újból visszajön a mi szívünkbe, a mi elménkbe, és inspirálni fog bennünket valamire. A Kettő Korintus 2. Korintus 6.2-ben ezt olvassuk, mert ő mondja, nem én, ő mondja, hogy a kegyelem idején meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek. Imé, most van a kegyelem ideje, imé, most van az üdvösség napja. Most van a kegyelem éve, most van az üdvösségnek az éve. Ez az igevers nagyon megütött engem, és úgy két hónapja forog így bennem, és több minden letisztult, elkezdtem tanulmányozni ezt az igét, és úgy, úgy Isten szelleme hiszem, hogy rám helyezte, hogy egy kicsit bontsam ki ezt most előttetek, és ebben az évben szükségünk lesz erre az igére. Ebben az évben szükséged lesz erre az igére. Ebben a bibliaversben, az egyik legfontosabb dolog, amit itt, itt a kegyelemről beszél, de amit én most szeretnék itt kiemelni, hogy most van a kegyelemnek a, az ideje. Én most ezt évnek fogom nevezni, de ez természetesen nem korlátozódik egy évre, hanem ez egy időszak. És most benne vagyunk ebben az időszakban, émi most van az üdvösségnek a napja. A kegyelem idő az azt jelenti, hogy nem jött még el az ítélet. A kegyelem idő az azt jelenti, hogy Isten még elengedésben, az ő szeretete általi elengedésben gondolkozik, és nem az ítéletben gondolkozik. Ez mindenképpen egy jó hír számunkra. Az üdvösségnek az ideje, a napja pedig azt jelenti, az üdvösség ugye az az egyik leggazdagabban árnyalt szó a Bibliában, ami szabadulást, gyógyulást, örök életet, bőséget, fiúságot, a Szent Szellemmel való közösségünket, gyakorlatilag minden tartalmaz, amit Jézus Krisztus megszerzett a kereszten. És ez a bibliavers azt állítja, hogy most van. Ebben az, az, a, az ígéret a következő, hogy hiszem azt, hogy a következő évben a mostnak rendkívül nagy ideje van, rendkívül nagy jelentősége lesz. Mit jelent ez a bibliai időszámításban? Két, szó van, ami a bibliai idő meghatározásra használ, illetve három is, de most csak kettőt fogok említeni, a kronosz és a kairosz. A kronosz az az általános időfogalom, a kairosz az pedig kimondottan egy isteni időzítés, amikor az úr cselekvésének, az alkalmasságnak az ideje, az alkalmas időnek a meghatározása. És amikor azt mondja, hogy most, itt azt mondja, hogy most van az az idő, amikor Isten elkezd cselekedni. És ebben a 2019-es évben különösen nagy jelentősége lesz a mostnak. Mondok erre egy bibliai példát, emlékeztek arra, amikor egy nagyon komoly tragédia következett be a Mária, Márta és Lázár családnak az életében, mégpedig, hogy Lázár megbetegedett és meghalt. Rövid betegség után meghalt, és a legrosszabb következett be. És akkor Jézus késlekedik, ugye, és ebből adódóan nem csak betegség, hanem haláleset következett be. És amikor Jézus késlekedik, akkor Mária és Márta, ahogy beszélgetnek, és ahogy vádolják Jézust, hogy miért nem jöttél előbb, máskor tudtál jönni, most nem jöttél előbb, mikor igazán szükség lett volna rád. És Jézus egy kihívást intéz eléjük. És a 2019-ben ez a kihívás mindegyikünké lesz. Mert Mária és Márta mit mondott? Ebben a kihívásban mi hiszünk a feltámadásban, hiszük azt, hogy majd az utolsó napon meg fog történni a feltámadást, és mit mond nekik Jézus? Nem, most van itt az idő, most kell, hogy bekövetkezzen. Az ember hajlamos arra, hogy az Isten ígéreteit kitolja a jövő időre. A 2019-es év a mostnak az időszaka lesz amikor ugyanabban a kihívásban leszünk mi is, mint ahogy Mária és Márta volt, hogy, hogy van egy komoly kihívás előtte, és vagy a jövőben elhiszi, hogy Isten valamikor majd az utolsó napon megtörténik és föltámasztja lázárt, de Jézus Krisztus mit mondott neki? Én nem az utolsó napra terveztem ezt, hanem most. Most akarom ezt megcselekedni. Most van a cselekvésnek az ideje. A 2019 év az a mostnak az éve. Amikor ne hallogasd a dolgaidat, amit megértesz, aztokat a kihívásokba, amiben benne vagy, ne, ne hallogass, hogy majd, ha lesz időm, majd, ha az időrendembe odaérek, a naptárom szerint odaérek, hanem most ragad meg az Isten cselekvésének az idejét. Ugyanis, ha akkor nem ragadod meg a mostban, nem lesz több. Ha akkor nem ragadod meg a mostban, elmegy melletted a lehetőség. Emlékeztek arra a vakra, aki évtizedeken keresztül vakon élt, és nem, nem érzékelte a külvilágot, csak töredékesen, mert nem volt látása. De amikor Jézus elment mellette, a szívében ráérzett a mostra. Emlékeztek erre a történetre? Ráérzett a mostra. És úgy volt vele, hogy ez az én időm addig nem hallgatok, addig kiabálok, addig megteszek mindent, mert most jött el az én időm. És addig kiabáltott, csendesítették, intették, próbálták ott valami illedelmes viselkedési dologba beterelni ezt az embert, de ő megérezte a szívében, hogy eljött az ő mostja. Eljött az Isten cselekvésének az ideje, és mi történt? Egyszer Jézus megállt, és a mostba elkezdett működni az Istennek az ereje, és szabadulás, gyógyulás jött számára. A 2019-es év, ez egy ilyen esztendő lesz, hogyha az idősékot nézem, és az elmúlt éveket nézem, az Isten cselekvésének voltak időpontjai. De a 2019-es évben ez az Istennek a mostjai, a cselekvési aktivitása sokkal, de sokkal sűrűbb, mint az előző években volt. Ezért, ha te készen vagy, a hitedben a jelent megragadni, nem azt mondod, hogy hát igen, majd én meg fogok gyógyulni, hogy így, hanem most abban a pillanatban vedd át, hogy majd be fogok töltekezni most abban a pillanatban, hogy majd ekkor, meg ekkor meg fog történni. Mindig a mostban vedd át. Gyakorold magad abban, hogy a hitedet a mostban tud megragadni, ne a holnapban. Az én életemben volt jó néhány olyan szituáció, Uh, ugye itt volt az egyik vetélkedő műsorban is uh, a telekvásárlásunk. Emlékszem rá, amikor szólt a Szent Szellem, ha én akkor nem lépem meg, két hónap múlva elmegy a lehetőség. És uh, 2019-ben sok olyan dolog lesz, amit ha hitben megfogant a szívedbe, azonnal lépjél meg. Ha nem teszed meg, elmennek azok a lehetőségek melletted. És... Uh, Isten cselekvési ideje az most van. És hiszem azt, hogy, hogy egy olyan év elé nézünk, aminek sokkal aktívabb az Isten cselekvési ideje. Hogy értem ezt? Most van az ígéretek beteljesülésének az időszaka. Csak hogy bibliaig lássátok, hogy mit gondolok ez alatt. Jézus Krisztus eljöveteléről profétáltak évszázadokon évezredeken keresztül. Minden generáció kapta a proféciákat. Egyszer csak eljött 30 év, amikor minden nap két-három profécia beteljesedett. Utána megint jöttek a proféciák generációkon keresztül, hogy Jézus visszajön. Évtizedek, századok mentek el, hogy jöttek a proféciák, és nem történt semmi. És most az utolsó időkben megint olyan korszakot élünk, amikor szinte naponta, hetente bibliai proféciák teljesednek be. Na, a 2019-es év egy ilyen esztendő lesz a szívembe megragadott dolog által, hogy az ígéretek beteljesülésének az ideje. Hogy most van az ígéretek beteljesülésének az ideje. Mi nem évezredekbe, évszázadokba gondolkozunk, egy emberöltőbe. És mindenki, aki megtért, kapott egy csomó ígéretet Istentől. Arra bátorítalak téged, hogy ebben az évben ezt az ígéretet feltétlenül ragad meg, mert most lesz ez az esztendő, amikor az ígéreteknek egy jelentős sokasága elkezd megvalósulni. Mert most van az ígéretek, és hiszem, hogy ez egyéni szinten, családi szinten, gyülekezeti szinten és nemzeti szinten. Ha csak én visszaemlékezek arra, amióta a szolgálatban vagyok, hogy évtizedek óta hallgatom, mondom a különféle proféciákat erre a nemzetre. 2019 most van a proféciák megvalósulásának az ideje. Most van az az idő, amikor az isteni ígéretek sokkal aktívabban elkezdenek működni és cselekedni, azoknál, akik hittel ezt meg tudják ragadni és készek befogadni, és készek felismerni a mostot. Tehát amikor 2019-re gondolok, azért imádkozom, hogy Uram, ad, hogy felismerjem a mostot. Ad, hogy felismerjem az alkalmas időt. Figyelj! Több ezer ember ott volt Jézus mellett. Csak a vak ismerte fel. Csak a vak látott tisztán. Csak a vak látott tisztán, hogy eljött az ő mostja eljött számára az Isten cselekvési ideje. Emberek jöttek, mentek, mintha mi sem történt volna, és nem történt velük semmi. De az, aki felismerte a mostot, annak az élete megfordult, egy új szintre került. Az Isten cselekvésének egy olyan beavatkozása volt, és ez az év is ilyen lesz. Sok embernél semmi nem fog változni sok ember ott van Jézus környezetében, nem fog semmit észrevenni. De akik be vannak töltve Szent Szellemmel, akiknek van fülük, van szemük, azok látni fogják a jelen pillanatban elrejtett isteni cselekvést. És megragadják, és az életük teljesen más szintre fog kerülni. Na, 2019 évben ezt látom, hogy most van az üdvösség napja, a gyógyulás napja, a szabadulás napja, az új szintre kerülésnek a napja, az ígéretek beteljesülésének a napja. Most van az Úr cselekvésének az éve. Amikor a kairos szóval találkozunk a Bibliában, az az Isten cselekvésének az éve. Az valahogy a messiás eljövetelekkor így fogalmazódott meg. Eljött az időnek a teljessége. Ez volt a kairos, az Isten cselekvésének az éve. Eljött az az idő, ami, amiért évtizedekig imádkoztak, és nem működött semmi. De mikor eljött az idő, minden megvalósult. Minden átment. És a 2019-es év az én hitemben, az én szellememben azt látom, hogy nagyon sok minden át fog menni. Nagyon sok minden át fog menni azoknak, akik látni fognak, akik hallani fognak, akik felismerik a meglátogatásnak az idejét, akikben bennük van az az éberség, az a szellemi éberség. A 2019-es évnek nem az a kult hogy majd, hanem az a kult hogy most. Most. Uram, most. És ha ígéreteid vannak az Istentől, akkor mondjad, hogy Uram, most. Ez az év nem telhet el úgy, hogy a te ígéreted nem valósul meg az én életembe. Most van az üdvösségnek a napja. Most van a szabadulásnak a napja. Az Isten cselekvésének a napja. Tehát nem a majd, hanem most. Ez az egyik kulcs A mostnak az ideje. De eljön az az óra, mondja János 4.23. És az most van. Amikor az igaz imádói szellemben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Eljön az az óra, az most van. Az imádat egy új szintre kerül ebben az évben. Az Isten imádata, hogy hogyan nem tudom. De a szent szellem egy új szintre fogja kerül, vinni az imádatot. A másik ige azt mondja, bizony, mondom néktek, eljön az az óra, és ez most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották élni fognak. A másik dolog, hogy a 2019-ben benne lesz az az óra, amikor a szellemileg hallottak, hallani fogják az Isten fia hangját. Azok, akik lehet, hogy sokat hallották már a Jézus Krisztustól szóló evangéliumot, meg sem mozdult bennük semmi. De most 2019-ben most lesz, amikor meghallják, mert meg lesz nyitva a fülük. Abcsel 13, 13-11-ben ezt olvassuk. Most, imé az Úr keze rajtad van. És vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. Imé most az Úr keze rajtad van. Ebben az évben Isten keze rá fog nehezedni emberekre. Itt nem olyan módon, mint ahogy itt olvassuk, hogy ítéletként, hanem olyan módon kerek, nehezedik rá Isten keze emberekre, hogy a Szent Szellemnek egy olyan dicsősége fog rájuk szállni, amit azelőtt még soha nem tapasztaltak. Mert most van a kegyelemnek az ideje. De 2019-ben is úgy lesz, mint ahogy megvan írva, Galácia 4.29-ben, de amint akkor a test szerint született, üldözte a szellem szerint úgy van ez most is. Minden, amit Isten cselekedni fog, azt üldözni fogja a test szerinti a testi ember, a testi keresztjén, a testi gondolkozással bíró személyek. De hadd legyen ez a záró bátorításom a 2. korintus 8.11-ben. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is. A szerint, amitek van. Tehát a most pedig a cselekvést végezzétek el. 2019 nem a teológiáknak az éve nem a nagy elméleti magaslatoknak az éve, hanem a jelenben megragadott, megcselekedett igazságoknak az éve. Amikor a jelenben megérted, fölismered, megragadod és megcselekszed, és az Isten akarata pedig elkezd fölszabadulni természetfeletti módon. Úgy, mint annál a vaknál, úgy, mint sok embernél, akik ott voltak Jézus körül, és csak kevesen látták meg a mostot a mostban rejlő lehetőségeket, de azok meglátták, megragadták, és az életük egy új szintre került. Úgyhogy én így bátorítalak benneteket, hogy ezek az igék alapján legyetek készek a mostra. Legyél kész, bármilyen kihívásba kerülsz, de abba gondolkozz, hogy majd, ha imádkozik értemez, vagy ez történik, az történik, nem, 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 hanem a mostba ragad meg. És a, jele, a mostban, amikor megragadod, az Isten szelleme egy új hatalommal jelenik meg ott a cselekvésben. És a Lukás 12, 42, 19, 42 azt mondja, bár felismerted volna, Jézusnak a szavai ezek, ezen a napon a te békességedre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid előtt. Ami igazán számomra egy ima hogy felismerjük a mostot. És ez a 2019-es év sok olyan pontot fog tartalmazni, amikor az Isten kész lesz cselekedni. De akkor fog cselekedni, ha az emberek fölismerik a mostban, és megragadják ezt. Tehát az elmúlt években sok olyan cselekvési pontja volt az Istennek. 2019-ben sokkal több cselekvési pontot látok ha lesznek Bartimeusok, ha lesznek olyanok, akik készek aktiválni a menny cselekvését az életükbe, azok új szintre fognak jutni. Egészségileg, szellemileg, szolgálatilag, anyagilag és más területen. Tehát ne a majdba gondolkozzák 2019-ben, hanem mostba. És bárcsak fölismerted volna ezt. Hogy azért szeretném, hogyha most tudnánk imádkozni, hogy fölismerjük ebben az évben, azokban a lehetőségekben, a lehetőség néha egy óriási kihívással jön. Néha bajként jön be a lehetőség. Néha problémaként jelenik meg a lehetőség. De ne felejtsd el, a problémában ott van elrejtve a lehetőséged. Azokban a bajokban, kihívásokban ott van elrejtve a te tovább meneteled. Mint ahogy a Bartimausnak a vakságában el volt rejtve az a lehetőség, hogy egy olyan találkozása lesz Jézus Krisztussal, ami nem csak a problémáját oldja meg, hanem szellemileg egy teljesen új szintre helyezi őt. Ezért imádkozom, hogy legyen meg a meglátás, legyen a tiszta látásunk ebben az évben, amikor meg tudjuk ragadni a mostot. Nem majd, hanem most. Most van a kegyelem ideje. Most van az ima meghallgattatásoknak az ideje. Azoknak az ima meghallgattatásoknak, amelyekért lehet, hogy évek óta már ott vagy az Isten előtt, és sokan is imádkoztak már veled együtt, és látszólag nem történt semmi. Most van, amikor ez át fog törni. Most van, amikor ez át fog jönni mert most van az üdvösségnek a napja, és ez az üdvösségnek az éve. Úgyhogy kívánom, hogy egy áldott új évetek lesz, legyen, és tudom, hogy egy nagyon izgalmas, aktív évünk lesz, dicsőséges évünk lesz, kihívásokkal teljes évünk lesz, de legyünk mi a tömegbe azok a keresztjének, akik Bartimeusi szívvel ráéreznek a helyzetekre, és az Isten által megnyitott helyzetek nem mennek el mellettünk, hanem mi megragadjuk, mi teszünk érte. Mint ahogy a Samaritá, Samariai asszony, vagy a, a vérfolyásos asszony is, megragadta a mostot, ott volt több ezer ember, de számára az egy teljesen új dimenziót nyitott meg, mert most van az üdvösségnek a napja. Úgyhogy fogunk ezzel imádkozni. Gyertek, álljunk fel, és így kívánok mindenkinek egy, egy áldott boldog új évet, hogy legyél kész megragadni a mostot, és mindegy, hogy milyen kihívás, probléma, szükség fog érni ebben az évben. Mindegy. Ezekben a kihívásokban, problémákban, szükségekben ne felejtsd el, egy lehetőség van elrejtve számodra. Hallatok még? Egy lehetőség van elrejtve számodra. A probléma meg lesz oldva, ha megragadod a mostban az Isten kegyelmét, a lehetőség pedig egy új szintre emel téged. Úgyhogy most fogok azért imádkozni, és utána egymásért is fogunk imádkozni, még szánunk erre időt, mert ez fontos, hogy, hogy megnyíljon a mi szemünk, hogy ne menjen el mellettünk azok az isteni kairoszok, azok az isteni lehetőségek, amiket ha készek lettünk volna fölismerni, megragadni, akkor új szintre kerülhetnénk. És tudod, még van bennem egy kép ezzel kapcsolatban. Mikor meg fogunk állni az Úr előtt, lesznek keresztjének, akik ott lesznek, és úgy mennek az Isten elé, hogy Uram, miért nem tetted meg ezt, meg ezt, meg ezt? És az Atya meg fogja nekik mutatni, gyermekem ott volt, abban a lehetőségben, abban az időben, abban a helyzetben, elrejtve az én megoldásom. De te nem láttad meg, és nem vetted észre, és nem ragadtad meg. Adja az Isten, hogy ne így legyen velünk. Hogy ne így legyen velünk. És még bennünk van az Isten felé, vagy ezekben az emberekben van az Isten felé egy ilyen vádlás, hogy miért nem, uram? Te miért nem hallgattál meg, fiam, én meghallgattalak? Ott volt. Ott voltak azokban a lehetőségekben az én megoldásaim elrejtve. De te elmentél mellette, mert nem láttad. Mert a látásod annyira tele volt e világnak a dolgaival. Ne legyen ez így velünk. Most imádkozok ezért, hogy nyíljon meg a mi szemünk. Menyei, Atyám, én hálát adok a 2019-es évért. Hálát adok, hogy még nem az ítéletnek az éve van, hanem a kegyelemnek az éve. Hálát adok, hogy még az üdvösségnek, a Krisztus keresztje erejének. A kenete működik az életünkben. Atyám, hálát adok neked ezért, a Jézus Krisztus nevében. És Uram, köszönjük neked előre azokat a kihívásokat, szükségeket, amikkel találkozni fogunk. Uram, előre megköszönjük ezt az Úr Jézus nevében. És köszönöm, Uram, hogy megnyitod a mi szemünket. Uram, megnyitod a mi szemünket az Úr Jézus nevében. Megnyitod a mi szemünket arra, hogy lássuk meg azt, amit Bartemeus látott. Uram, hogy ne legyünk szellemileg vakok, bár ő fizikailag nem látott, de a szívével látta, érezte, hogy eljött az ő ideje. Uram, hiszem, hogy ebben az évben eljött a mi időnk is. Eljött a szabadulásnak, az ígéretek megvalósulásának az ideje. Eljött az az idő, amikor meghallgatod az imákat. Eljött az az idő, amikor megtapasztalhatjuk a te cselekvéseidet, uram, most így állunk te előtted, hogy mi akarunk benne járni ezekben az isteni jelenekben, az isteni időzítésekben, az alkalmas időkben, a Jézus nevében. Uram, így legyen áldott a mi nemzetünk, legyen áldott a mi nemzetünk, hogy fölismerje a meglátogatás idejét, legyenek áldottak a gyülekezetek, az egyház. Hogy lássa a meglátogatásoknak az idejét. Legyen áldott a mi gyülekezetünk, legyen áldott az Omega Hálózat, hogy fölismerje az Úr cselekvésének az idejét, hogy fölismerjük a mostokat az Úr Jézus Krisztus nevében, és uram, most imádkozom saját magunkért. Uram, nyíljon meg a mi szemünk, nyíljon meg a mi értelmünk, nyíljon meg, uram, és kérlek, tegyél érzékenyé bennünket a Szent Szellem által, hogy lássuk értsük a te cselekvéseidet az Úr Jézus nevében. Uram, imádkozom azért, hogy e világnak a gondja ne tudjon megtompítani bennünket. Uram, hogy e világnak a terhe, a világnak a gyönyörűségei ne tudjanak eltompítani bennünket az Isten dolgaival kapcsolatban, hanem tudjuk, tudjunk ráérezni a mostokra, az Isteni időzítésekre minden helyzetben. Uram, köszönöm! Köszönöm ezt az évet. Köszönöm a te cselekvésednek az évét. Köszönöm, Uram, hogy te készen vagy, hogy egyénileg, családilag, gyülekezetileg, nemzetileg egy új szinteket vidd a te népedet. Uram, mi készen akarunk lenni, látni. Ezért most nyisd meg a mi szemünket. Nyisd meg a mi fülünket. Nyisd meg a mi elménket, hogy befogadjuk a te igazságaidat. És kérünk, Atyám, egy érzékenységet, a Szent Szellemtől. Egy olyat, ami Bartimeusnak volt. Egy olyat, ami a vér folyásos asszonynak volt. Egy olyan érzékenységet, aki ráérez azokra az időkre az Úr Jézus Krisztus nevében. Ezért legyél áldott gyülekezet, legyél áldott Isten népe, legyél az Isten kezétől támogatva, az Úr kezétől védve és oltalmazva ebben az esztendőben, az Úr Jézus nevében. Ámen! Ámen, és még, még maradjunk egy picit együtt, hogy fordulj oda a melletted lévőhöz. Házaspárok most ne egymásért imádkozzatok, csak fordulj oda is, csak egyszerűen áld meg a másikat, áld meg a másikat azzal az érzékenységgel. Jó, csak így kettessével imádkozunk most egymásért, áldjuk meg a másikat azzal az érzékenységgel, hogy lássuk, értsük az Isten akaratát. Bátran hadd, hadd zúgjon... Istent, hanem az Istentől kijelölt határokat. És a férfiaknak van egy olyan felelősségük, hogy megvédjék a határokat. Megvédjék a házasságban, a családban, a gyermekekben, minden területen az erkölcsi, szellemi határokat megvédjék, hogy határ őrizet legyen az életünkben. Mert ha nincs határ, annak mindig az a gyümölcse, ha le volt rombolva a határ, le volt rombolva a kerítés, ott bejöttek és a rablók mindent elvihettek. És így történik szellemileg is, ha nincsenek meg ezek a határok, akkor az ördögi erők szétrabolják az embert. Erkölcsileg, szellemileg, fizikailag és mindenféle módon. És tényleg az ember döbbenetesen, amúgy most láttam pont egy képet az egyik hírportálon, valami nagy ünnepség volt valami. Nagyon furcsa ünnepség, valami szadomazó, vagy én mit tudom én, valami ilyen típusú ünnepség, hogy az ember hogy le tud állatiasodni, néhány fotóból mutatták, hogy mi történt ott, hát ez tényleg, tehát itt nincsenek határok. És nincs határ, és az emberből lesz állat. Csak ennyi történik. Tehát lesüljed egy teljesen más szintre, mert nincsenek meg az Isten rendelt határok. És az ember lázadása nyomán el, tör, el akarja törölni ezt a határt. Na de hogy ne, ne időzünk itt túl sokat. Amúgy a bűn azt jelenti, hogy határátlépés. Az Istentől rendelt határoknak a nem tisztelése és az átlépése amikor azt mondja, hogy ne jövendől mondóhoz menj segítségül, és az ember elmegy, akkor átlépett egy isteni határt, és utána találkozni fog annak a következményeivel, a rombolásaival. Ugyanis Istennek van egy gondolkozása, hogy a határon belül vonatkozik az ő védelmi zónája. Amikor az ember átlép határokat, ott az isteni védelem alatt már nincsen, és ha nincs az isteni védelem alatt, ott ki van téve mindenféle démoni, szellemi, negatív szellemi befolyásoknak. És ezért tisztelnünk kell az Istentől rendelt határokat. Ma gyakorlatilag, de még egy-két bibliaverset felolvasok, átkozott az, aki fele barátja határkövét elmozdítja. 5 Mózes 27-17. Mit eredményez, amikor az ember elmozdítja a határkőt? Átkodhoz létre az átok, egy lejtő, ami természetfeletti erők generálnak az ember életébe, hogy nem tud mit csinálni, csak megy lefele. Na ez az az átok, de te meg én arra vagyunk elhívva, hogy áldásban járjunk, hogy egy természet fölötti erő, az Isten ereje emelje az életedet egészen a mennynek a kapujáig, az Isten dicsőségére. És a példabeszédek 23.10 mondja, hogy nem mozdítsd el az ősi határt. Tehát nem mozdítsd el, külön figyelmeztetések vannak ezzel kapcsolatban, mégpedig azért nem mozdítsd el, mert megmarja a kigyó kígyó, azt, aki elmozdítja határokat. A, a prédikátor prédikátor 10.8-ban mondja, aki vermetás beleesik abba, de aki lerontja a kőkerítést, a másik folytás azt mondja a határt, határkövet, azt megmarja a kígyó. A kígyó a Bibliában ugye azokat a démoni ördög erőket testesítik meg. Tehát a következő jellegzetessége az Antikrisztus szellemének, a határoknak az elmozdítása ez keveredik a posztmodern ember szabadság értelmezésével ami totálisan torzom a mai ember azt mondja hogy én akkor vagyok szabad ha semmi nem nincsen az életemben ha semmi tiltás nincs az életemben Hát ha ezt a fajta szabadságot az ember megéli, ebbe könnyen bele tud halni. Mert elmegy a villanyvezeték, mert és nincs tiltás, hogy ne fog meg, és könnyen megfogod, hozzáérsz és agyoncsap. Tehát egy csomó olyan veszély van a láthatatlan és a látható világban, amit a határoknak, a korlátoknak az a feladatuk, hogy ezektől a veszélyektől megvédjenek. Ha ez el lesz mosva, az embernek a legnagyobb megtévesztése, hogy védtelenné válik ezekkel a veszélyekkel szemben, és hát mi pásztoroknak a leg, legnagyobb feladatunk, a legnagyobb kihívásunk, hogy a határokat átlépő embereket gyógyítsuk, építsük, helyre tegyük. Mert az életükben az átok meg a romlásnak minden tünete ott van, mert tudatlanul vagy tudatosan átlépték ezeket a határokat. Még csak egy gyakorlati gondolatot, hogy milyen határátlépések, határelmosások vannak az Antikisztus szelleménél. Az egyik a nemzeteknek a határait nem tisztelni. Ugye ma a migrációval kapcsolatban látjuk ezt a fajta magatartást, hogy a nemzeteknek a határait teljesen elmosni. És egy keverék maszlagot létrehozni, ami sokkal könnyebben kontrollálható egy globális uralkodó és vezető által, aki az antikrisztus. Ez is egy, ez is egy antikrisztusi dolog. Az erkölcsi határoknak az elmosása, a nemek közötti határok elmosása, Ugye az erkölcsi határok, hogy jaj, ilyet, hogy házasság előtt nincs szex, hát ez a múlt századbeli dolog. Figyelj, ez nem múlt századbeli, szeretnék pontosítani. Ez több ezer éves. Ez több ezer éves isteni útmutatás. Amióta a világ a világ, ez több ezer éves. És trendek jönnek, mennek, de Isten igazsága mindörökké megáll. És figyelmen kívül lehet ezt hagyni, és utána jön az átok, a romlás, a különféle sérülések, sebek, kihívások, amik ennek a következtében bejönnek az emberek életébe. Tehát az erkölcsi határok elmosása, a, nemzet, a nemek közötti határok elmosása, a vallások közötti határok. Ma külön proféták vannak, akik azon dolgoznak, hogy a vallások közötti határokat elmossák. Sőt, vannak olyan templomok, ami legalább négy-öt világvallásnak egyszerre készültek, aminek az a törekvése, Magyarországon is van ilyen, aminek az a törekvése, hogy a vallási határokat elmossák. De figyelj! A jó és a rossz közötti határt nem lehet elmosni. A tiszta és a tisztátalan. A hamis és az igaz közötti határt nem lehet összekeverni. És, és itt is van a vallások közötti határoknak az elmosása. Tehát a határátlépés, ez egy tipikus, vagy a határoknak a, a nem tisztelete, amit Isten létrehozott, ez egy tipikus antikrisztusi magatartás. Menjünk tovább. A következő jellegzetesség az antikrisztus szellemének, a toleranciának a túl hangsúlyozása. A tolerancia alapvetően egy bibliai fogalom, csak ma már egy kicsavart értelmezéssel találkozunk. A tolerancia az a szeretetnek a megnyilvánulása normál esetben, amikor elhordozzuk egymásnak a gyengeségeit, és toleráljuk az egymásnak a hiányosságait. Ezzel önmagában semmi baj nincsen. De a posztmodern ember tolerancia értelmezése gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden tolerálni kell. A rosszat is, meg a jót is. És a rosszat nem szabad kimondani, hogy rossz, hanem tolerálni kell. Ez olyan, mintha egy orvostól azt kérnék, az orvosi eskü ellenére, hogy minden baktériumot, vírust, rosszat, ami tudja, megtapasztalta, hogy milyen kárt okoz az ember fizikumában, hogy azt tolerálja. Hogy legyen egy toleráns orvos. Mennyire nonszensz, nem? Na, amennyire nonszensz ez, mégis a mai világ ebbe gondolkozik. Ha egy pásztortól azt kérnék, hogy tolerálja az erkölcsi szellemi vírusokat. Olyan, mint amikor az orvostól azt kérik, hogy tolerálja a baktériumokat. Ami tudja, hogy akár halált, vagy milyen romlást és nyomorítást hoz az embereknek az életébe. Tehát ez egy ördögi megtévesztés a toleranciának a, a túlhangsúlyozása, ez egyenesen Lucifertől jön, aminek az a lényege, hogy toleráljuk a rosszat. Aminek az a lényege, hogy amire a Biblia azt mondja, hogy állj ellen, annak ne állj ellen, hanem toleráljad. Lehet tolerálni. A rohadtalmát is lehet a ládába tolerálni. De egy hónap múlva már nem úgy fog kinézni a ládád, mint akkor, amikor nagy toleranciából hagytad. Hanem az egész láda rohat lesz. A, a romlás, az kiterjed utána. Ha a rosszat toleráljuk, a hamisat, a tisztátalant, az ördögit, az károkat okoz az ember életében. És ennek a tolerancián ma ez egy rendkívül népszerű gondolkozás Ha megnézitek az elmúlt húsz évben, különösen a, a politikai, gazdasági, közerkölcsi szóhasználatnak az egyik kult cool szava lett. És érdekes, hogy ez a világ minden tolerál, csak az isteni dolgokat nem. Ott azonnal intoleránssá válik, de az igazságot nem tolerálja. Tehát ez mutatja, hogy mennyire hamis ez az egész dolog. Ez megjelent a politikában. A politikában ezt a toleráns magatartást politikai korrektségnek hívják. Ami azt jelenti, hogy soha nem mondjuk ki senkire, hogy rossz. Soha nem mondjuk ki semmire, hogy rossz. Hanem csak mindig jól és pozitívan beszélünk. Nem mondjuk ki a gyilkosra, hogy gyilkos, hanem toleráljuk azt, és közben a hátunkba vágja azt, amit hozott magával. Tehát ez egy rendkívül veszélyes magatartás, hogy, hogy ez a tolerancia, van egy pozitív tartalma, és ez a pozitív tartalom lett egy ördögi megtévesztés eszközévé. És tolerálni kell. Tolerálni kell az erkölcsi a zavarokat, a torzulásokat, minden tolerálni. És ha nem vagy toleráns a negatív ördögi dolgokkal kapcsolatban, ez a szellem azonnal intoleráns lesz veled szembe. És ki akar nyírni. Tehát ez egy tipikusan ördögi dolog, és ne engedjétek, hogy ez a megtévesztés bejöjjön az embernek az életébe, az életünkbe. Tehát ez a tolerancia, ez a következő jellegzetesség az Antikrisztus szellemének. A következő, ami szintén egy tünet, hogy az emberek eljuttak újból a bábeli korszakig, amikor egy globális gondolkozás alakít ki ebben a világban, az Antikrisztus szelleme. Ez azt jelenti, mintha az egész világ egy nagy falu lenne. Ugye korábban ez a technika meg az egyéb dolgok miatt sem volt lehetséges, de ma már egyre jobban ez a globális gondolkozásmód elkezd kialakulni. És mindenki már, ami történik Ausztráliában, úgy, úgy, úgy egész közel jön ez a dolog hozzánk, vagy a Föld túlsó oldalán egy globális gondolkozásmód kezd kialakulni. Ennek vannak előnyei mert az emberek sokkal szélesebb látókörűek. Több mindennek a tudatában vannak. De van egy nagyon komoly hátránya, amit az Antikrisztus ki fog használni a globális gondolkozásmódnak. És ahogy Bábel meghívta hogy egyesüljenek egy Isten elleni lázadásban az akkori emberiségben, az akkori korszakban élő embereket, ugyanígy az utolsó időkben ez a fajta egyesüljetek, ugye ez megjelent ez a felhívás már a kommunizmusban, akkor világproletáriai egyesüljetek. És létre is jött valamilyen szintű egyesülés. Még itt néhányan emlékszünk ezekkel, mikor iskolába jártunk, vagy katonák voltunk. Ez az egyesüljetek felhívás, ez ugyanígy megjelenik, csak más köntösbe, más filozófiába bújtatva, mert a globális gondolkozásmódnak az a célja, hogy az embereket felkészítse valakinek az eljövetelére. Egy világkormány, egy világvezető az Antikrisztus személyének az eljövetelére. Természetesen neki nem ez lesz a neve, hogy Antikrisztus, ezt a Biblia mondja és leplezi le. Tehát ez a globális gondolkodásmód. Ez megjelenik, ennek megvannak a Vallási vonatkozásai, hogy globális vallásra való törekvés, meg ami, amit magába ötvöz mindenfélét, meg vannak a gazdasági hatásai. Ugye a kapitalizmusnak azt a folyamatát látjuk, hogy a kicsi megeszi a nagyot, és a nagy egyre nagyobb lesz, egyre globálisabb lesz, és ma már abban a, azon a szinten vagyunk, hogy egyre több olyan cég van, akinek világszintű befolyása van. És ez, és ez egyre szűkebb, ez az elit és ez az elit maximálisan ki fogja szolgálni a világkormányt és az antikrisztust. A globális cégek. A következő jellegzetessége az antikrisztus szellemének, ez is egy nagyon fontos jellegzetessége. A következő jellegzetessége a mamonnak az uralma. A mamonnak az uralma. A mamont a Biblia úgy mutatja be, mint egy urat, hogy nem lehet két úrnak szolgálni, Krisztusnak és a mamonnak. A mamon egy ördögi fejedelemség, aki a pénznek az istensége. És a mamon uralma azt jelenti, hogy az Antikrisztus egyedüli abszolút értéknek nem erkölcsi, nem szellemi értéket fog tenni, hanem a pénzt teszi. A pénz teszi abszolút értéknek, minél több van belőle, annál értékesebb vagy. Minél kevesebb van belőle, annál gyengébb és értéktelnebb az életed. Ez egy istentelen gondolkozásmód. Ez a mamon uralmának a gondolkozásmódja. A mamon az létrehozza az emberekbe a pénznek a szeretetét és imádatát. Hogy az egész életük nem másról szól, hogy a pénz és az abból jövő profit haszon után fussanak, és ez... Tönkreteszi a mamon, tönkreteszi az emberek erkölcsi érzékét, tönkreteszi az empatikus képességét, mert már nem számít, a több haszon érdekében simán átmegy a másikon, átgázol, a mamon tönkreteszi az érzékenységet, tönkreteszi sok mindent. És természetesen ebbe is van egy megtévesztés. Mert azok, akik igazán a mamon befolyás alatt vannak, azok átgázolnak még nemzeteken is, és utána kiállnak a TV képernyője elé, a legnagyobb megtévesztés, és hatalmas, nagy adakozásokat csinálnak. Amit loptak, raboltak maguknak, annak egy, egy százalékával adakoznak és jót cselekednek. És úgy tüntetik fel magukat, mint a nagy jótevők, és közben lerabolnak nemzeteket, lerabolnak jogtanul és illetéktelenül ennek a szellemnek a befolyása alatt. Tehát a mamon. Az egy, ez egy nagyon fontos tényezővé kezd válni. Ma is vigyázzatok, hogy ennek a befolyása alá ne kerüljetek. Mi nem, mi Krisztusnak az uralma alatt élünk, nem a mamon uralma alatt. Mi nem pénzből élünk, hanem hitből élünk, isteni gondviselésből élünk. És nem szabad engedni, hogy a pénz egy bizonyos szint fölé kerüljön az életünkbe, mert onnantól kezdve már egy negatív szellemi befolyás jön be az életünkbe, és a mamon pedig tönkreteszi az embereket. Mókus kerékbe beleviszi, és egyszer csak kidől és meghal. És minél több van, de igazán nem is, tudott be, nem is tudta élvezni, hanem kizsigereli az embereket egészségügyileg, szellemileg, és, és. hát egyszer, engem nagyon megdöbbentett egy, egy ilyen tőzsdei kisfilm, amikor New Yorki Wall Streeti brokerekről készült egy kisfilm. Ott döbbentem rá, hogy milyen erős hatalma van a mamonnak. És ott brókerek, nagy elismert, sikeres brókerek nyilatkoztak, és azt a kíméletlenséget. Ahogy ők nyilatkoztak, hogy számukra a legnagyobb áldás, amikor az emberek csődbe vannak, amikor válság van, mert ők akkor le tudják rabolni az embereket és az egész nemzetet. És gyakorlatilag, hogy generálják ezeket a válságokat, hogy manipulálják az egész helyzetet azért, hogy emberek tömegei bajba kerüljenek, hogy ők lekaszálják a másik bajából hasznot és profitot termeljenek, és nem is kicsit. És ezt olyan hideg, rideg feljelotta, hogy előadták, engem abszolút megijedtett. Tehát a mamon az egy kíméletlen szellem. Soha ne szeresd a pénzt. Használd, mint egy semleges eszközt, legyen belőle bőség, de ne szeresd a pénzt. Ne engedd, hogy a pénznek a befolyása bejöjjön az életedbe. Ne a pénzedben bízzál. Mert az úgyse fog megsegíteni. A betegség idején, a bajok, a szükségek idején. Sok mindent el lehet intézni vele. De az örök élet nem elintézhető. Az igazi szabadulás nem elintézhető. Ami igazán érték és boldoggá tesz, az nem elintézhető. Ezért ne engedd a pénznek a befolyását az életedbe. És legyél szabad adni, legyél szabad benne lenni a folyamba, az adásnak a folyamába, hogy, mert az adás mindig meg, meg, megelőzi azt, hogy hozzá tapadjon ez a tisztátalan szellem az életedbe. Tehát ez a következő jellegzetessége az Antikrisztus szellemének a mamon uralma. A következő, hú, ez is nagyon, nagyon kezd följönni, különféle reklámok lehet, hogy eszetekbe jut. Az egónak, az emberi énnek a középpontba állítása. Egy olyan világképet hoz be az Antikrisztus szelleme, amit most nagyon leegyszerülve, sematizálva így tudnám bemutatni, hogy van a világ, és annak a középpontjában az én van. És minden ő érte van, minden általa van, minden az ő egójának a kielégítésére van. Egy ilyen egocentrikus világkép az, amit az antikristus teremt. A reklámok is erről szólnak. Rólad szól, érted van. És mindenféle szlogenek, amit az egót ültetik fel a trónra. Az egoista ember a legveszélyesebb. Ezt a Biblia így fogalmazza, hogy lesznek magukat szeretők csak maguk dolgaival foglalk, a saját élvezeteik, a saját maguk dolgaira foglalkozók. A trónra föl lesz ültetve az ego, föl van ültetve az ego. Ezt modern formában, hogy a nagy francia forradalom gyümölcseképpen megjelent az individualista gondolkodásmód, ami szintén az egoizmusnak egy kicsit intellektuál megfogalmazása, egy szebb csomagolása, de ugyanarról szól. Na ez az Antikrisztus, ezt, ezt a szelleme nagyon erősíti az egót. Nagyon erősíti az egót. És ez azért érdekes, mert ez is tökéletesen ellentétbe megy a Krisztusi tanítással. Mert Krisztus pedig az egót azt mondja, hogy öld meg. A legradikálisabb kifejezés, mikor azt mondja a Biblia, hogy ne ölj, egyedül az egóra mondja, hogy öldököld öldök, meg. Tehát tökéletesen ellentétes minden, amit az Antikrisztus tanít és behoz, de az embereknek tetszik ez. Mert meghalni az nehezebb, mint csillogni a trónon. Csak az ego uralma az romláshoz vezet. Az ördögi befolyás felszabadulásához. És az Antikrisztus nagyon nagy mértékben, ez megjelenik, fogja ezt képviselni, megjelenik reklámokba, filozófiákba, gondolkodásmódokban. A Biblia világképe egyértelmű. A világ közepén Krisztus van. Minden ő ránézve, ő általa, ő miatta, ő az alfa és az omega, és e körül van minden. És nem az embernek az egója forog minden. És az ember akkor boldog, ha megtalálja a pályáját a Krisztus központú világképben. És kilép az egocentrikus világkéből, mert ez romlást az az ember számára. Tehát az ego középpontba állítása. <kül> Ennek sokféle tünete a Biblia is beszél, amikor Saul magának állított emlékejét. Tehát ez az, amikor már az ego trónt állít magának. magának emlékejét el tudod képzelni? Különösen szépen kifaragva minden. Na, tehát ez az a fajta torzulás, amiben Saul is belebukott. És tudjuk, hogy mi lett a vége. Nagyon distelen. Öngyilkosság, nagyon distelen vége Pedig Isten embereként indult, de az egót nem adta halálba. Isten nem tud működni addig rajtad keresztül, amíg élek, pedig többé nem én, hanem Krisztus az, aki bennem él. Amíg az ego nem tud a keresztre kerülni, és a Krisztusi új ember tud uralomra jutni. Na de menjünk tovább. A következő jellegzetessége az Antikrisztus szellemének, hogy egyre erőszakosabb és agresszívabbá válik. Ahogy említettem, a három korszaknál az útkészítés az még egy szelíd, csendesebb dolog. De amikor már jön az antikrisztus fölép, még az első korszak is viszonylag csendes, de ez már erősebb, mint az útkészítés. De a harmadik korszakban pedig már kimutatja világosan a fog a fehérjét, hogy mondani szokták, világosan látja mindenki, hogy kivel áll szembe. Ez egy erőszakos, agresszív szellem. Ez a szellemiség ma már megjelenik a a politikában is időnként. Vagy megjelenik például egy homoszexuális lobbinál, vagy egy gender lobbinál egy, egy nagyon szűk kisebbség, ami mondjuk a társadalmi összlétszámnak még lehet, hogy az 1%-át se adja ki, de olyan hangosan kiabál, mint hogyha a társadalom 80%-ának a véleményét tünkrözi. Pedig lehet, hogy csak néhány feminista megsérült házasságban, kapcsolatban nő és férfi áll mögötte. És úgy mutatja be, hogy ez a az öztársadalmi akarat. Tehát ez egy totál torz dolog. Ez mutatja, hogy ez egy erőszakos, agresszív szellem. És döbbenetes amúgy, hogy végigmegy az egész világon. Minden kormánynál szavaznak ma már, hogy a család micsoda. Ugye most Romániában is úgy tudom, hogy nem ment át sajnos ez a, ez a szavazás. Pedig Romániában van a keresztényeknek az leg, legnagyobb létszáma Európában, létszámban és mondjuk az ösztét a nemzetnek is elég jelentős, sajnos nem ment át, de ezért van az, hogy annyira erőszakos ez a szellem, hogy ma már meg kell szavaztatni az alapértékeket. Az, ami normális, ami, hogy az Isten megteremtette, erről már az embereknek népszavazást kell csinálni. Mert annyira erőszakos és agresszív ez a szellem, és befurakodik a döntéshozók mellé. A következő jellegzetesség az Antikrisztus szellemének, és lassan már a végére érünk, még egy 10-15 percet kérek tőletek. Ez a szellem egy különös inekciót hordoz magával, és ebben az inekcióval mindenkit be akar oltani, aki hisz. Különösen, aki nem hisz azt is, ez pedig az elaltatásnak az inekciója. Az összes bibliai ige, ami az utolsó időkre vonatkozik, számtalan helyen fölmerül, hogy elalszanak hogy elalszanak, kialszik a tűz, kialszik a mécses, sokféle képben jelenik meg. Ezért tudatába kell lennünk, hogy amikor egy keresztjén megkapja ezt az inekciós tűt, Attila nem fogja megkapni, csak bemutatom, amikor megkapja, ez egy láthatatlan folyamat. Ez az inekciós tű a tartalma azt fogja eredményezni, hogy kioltja a Szent Szellem tüzét az emberbe. És egy élőhitű emberből vallásos ember csinál. Egy ilyen szokások, liturgiák, járok már én is, meg a gyerekem is, de alapvetően az erejét már nem ismerő keresztényt hoz létre. Tehát az Antikrisztus szellemének lesz egy nagyon erős, altató hatása. Ezért a kereszténység egyre láthatóbb módon ketté fog válni. Ez nem organizáció szempontjából fog ketté válni, hanem ez egy láthatatlan kettéválás lesz, akik alszanak, és akik éberek akik éberek, azoknak meg kell telni szent szellemmel és tűzzel. Mert a tűz az, ami megőriz, ami, ha benned van a szent szellem tüze, ha kapsz is egy-két ilyen inekciót, azt azonnal semlegesíti. Az, az nem tudhatni, az, az abszolút megsemmisíti benned, és nem fogsz elaludni, hanem érteni fogod mindig az idők jeleit. Friss profétai látásod lesz a jelen, és a közeljövő, és a távoli jövő helyzetre. Kijelentésed lesz az Úrtól. Ezért az Antikrisztus szellemének az elaltatásával kapcsolatban a legnagyobb védőszer, hogy a Szent Szellem tüzére vigyázol. És nem engeded, hogy ez a tűz kialudjon, hanem újból és újból betöltekezünk tűzzel és szent szellemmel, mert amíg a tűz benned van, az abszolút védelmet biztosít minden ördögi altatással kapcsolatban. Ámen! Még néhány tünete az Antikrisztus szellemének, nem a teljességet mondom egyszerűen, amit, amit így az igéből meg a gyakorlatból láttam. A következő, már említettem ezt, ezt a szinkretizmust még egy picit most külön is megemlítem, a vallási keveredés. Ez egy komoly törekvése ma már a világnak. Eleinte mindenféle ökumenikus folyamatokba fog zajlani, ami az egységre törekvésnek egy látszólag jó válfaja. És sok jó dolog van benne, de mindaz az egység, ami szervezeti egységre törekszik, és nem a szív egységére, az nem az Istentől való egység törekvés. Én nem tudom, értettétek, amit mondtam, hogy mindaz az egységtörekvés, ami szervezeti egységre törekszik elsősorban, és nem szívbeli egységre, az nem az Istentől való egységtörekvés. Abban már benne van a veszély a megtévesztésnek. És a szinkretizmus egy olyan vallási keveredés, ami, ami összekever mindent. Ebből is, a buddhizmusból is behoz, abból is behoz, és létrehoz egy új vallást amit New Age-nek hívnak, ami az új kornak a vallása, ami már modern, ami már postmodern, ami már a mai embernek van tálalva az ő igénye és a kívánsága szerint. Na ez egy totál, ez a szinkretista dolog, ez egy totál hamis, mert mi köze a sötétségnek a világossághoz? Mi köze a tisztának a tisztátalanhoz? Az igazságnak a hamisághoz, ahogy fölteszi ezt a kérdést Pálapostól. Oké, okay, már ezt is említettem, ezért csak röviden, az Antikrisztus szellemének a következő jellegzetessége a humanizmus. Itt egy picit meg kell állnunk, hiszen, hiszen ha jól emlékszem, az, meg, hogy talán elég világosan körhatárolható, hogy a nagy francia forradalomtól és a felvilágosodás korszakától, amit az emberiség áldásnak nevez, de szellemileg én ezt besötétedés korszakának hívom mert ott, amit, amit ők fölvilágosítattak abban, az nagyrészt egy ördögi lázadásnak a gyümölcse. És a humanizmus miről szól? A humanizmus gyakorlatilag az egocentrikus világképet takarja, hogy mindennek a közepén az ember van. És, és minden ezt kell kiszolgálni. Istennek is ezt kell kiszolgálni. Amúgy a kereszténységben is hajlamos, még a karizmatikus kereszténységben is megjelni ez a humanizmus, hogy az Isten a te szolgád azért van, hogy kiszolgálja a te szükségeidet. Ez egy totálisan torz dolog. Az az ember, aki így gondolkozik, az nem találkozott még az Isten hatalmával az még nem találkozott az Isten dicsőségével. Mert amikor az Úr megjelenik, ott az ember, ott az ember egyből tudja a helyét. Ott az ember egyből, Uram, könyörülj rajta, megne ne égessen a te tüzed, mondja Ézsajás. Ott, ott az ember megtisztul, ott, 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 ezek a dolgok, hamis dolgok, kit eltűnnek belőle. És a humanizmus nagyon népszerű az emberek előtt. Az istentelen, isten nélkül élő emberek előtt, mert az embert állítja a középpontba. Az egyik sportvilágrendezvényemnek ez volt a szlogenje, egy ilyen, egy ilyen dal volt a, a e, mit is szoktak, egy-egy ilyen szlogenddal, hogy is hívják, ezt mondjátok már a induló, igen, ez volt az egyik olimpiának az indulója, Celebrate Humanity, ünnepeld az emberiességet. Tehát ez tipikusan megfogalmazza azt, hogy az ember van a középpontba Az ember van a középpontban, figyeljetek, amikor az ego kerül középpontba, attól az ember nem soká meg fog betegedni. Ugyanis az egohoz hozzáférési joga van a démonoknak. Az új emberhez már nincs hozzáférési joga. A Krisztusban újjászületett embernek messze nincs olyan hozzáférési joga, mint az egóhoz. Mert az ego az bűnös, az meg van fertőzve. És a humanizmus, ez egy nagyon veszélyes dolog. Ez azért veszélyes dolog, mert a humanizmusban benne van egy csomó jó dolog. De a jó dolog a legnagyobb ellensége a legjobbnak. Nem a rossz dolog a legnagyobb ellensége. A jó dolgok a legnagyobb ellenségei az legjobbnak. És amit az Isten igazsága tartalmaz, az az ember számára az a legjobb. És a humanizmus tele van az ember kívánságait, gondolkozása szerint jó dologgal. De ez a felvilágosodás által behozott érték, ezt én inkább szellemi elhomályosodásnak hívom, ami szellemileg besötítette az embert, és távolabb vitte a teremtett embert a teremtőtől. Szintén beszéltem az individualizmustól, az egyéni függetlenségről, ezt már nem említem, még egy-két-három dolgot gyorsan. A következő jellegzetesség a miszticizmus. A miszticizmus az azt jelenti, hogy az ember érzi, hogy a láthatatlan világon túl van egy láthatatlan világ. De ha Isten nélkül keressük a láthatatlan világot, el fogunk tévedni. Ha az Isten igazsága nélkül fogunk találkozni a láthatatlan világgal, de azok démoni, megtévesztő erők lesznek, akik átkot az ember életében. És a miszticizmus ez az, emb, abból az embernek abból a teremtett igényéből nő ki, hogy az ember érzi, hogy több van, mint a materiális világ. És keresi a láthatatlan világgal való kapcsolódást, de Isten nélkül. És az ember eltéved. Ilyen az okkultizmus, a különféle vallási keveredések, amik, amik jellemzők a jóga. Ugye mindig vannak népszerű, trendi miszticista megjelenések, amelyek, amelyek hirtelen, vagy a Pránanadin, most ugye ez népszerű, vagy most épp a buddhizmus az egyetemeken megjelenik, és az ember miszticizmusát kell, hogy misztérium lekösse azt a szellemi titkot, amit Jézus Krisztus hozott el és leplezett le az emberiség számára. És ez egy téves út és egy veszélyes út, és az Antikrisztus szelleme le akarja kötni az embernek a hitvilágát, hogy minden hülyeségbe higgyen, csak ne az igazság Istenébe, ne az ő teremtőjébe, az ő mennyei atyában és megváltójában, Jézus Krisztusban. Tehát a következő jellegzetesség a miszticizmus. A másik pedig a hedonizmus, hogy ezt a sok szép szót használjuk. A hedonizmus miről szól? A hedonizmus az, hogy élj a mának. Minden, amit megkívánsz. Élvezd az életet. Örülj az életnek. A Biblia is beszél erről, de ez az egós, önző öröm és élvezett hajhászás, amit úgy fogalmaz a Biblia, hogy az utolsó időkben lesznek az emberek, a gyönyörnek, a gyönyörnek, a gyönyörnek élők is, a gyönyör hajhászók. És tudod, a gyönyör az olyan, hogy először gyönyör, utána kezd elkopni, utána még nagyobb dózis kell, hogy az a gyönyör szint legyen, és egyre nagyobb dózis kell, és totál szélsőségekbe megy. Az igazi gyönyör az Istennel való kapcsolatból jön. Az igazi gyönyör a helyeden lévőségből jön. Az igazi gyönyör abból az állapotból jön, hogy boldogok a lelki, szellemi szelídek, boldog vagy szegények, boldogok a szelídek, boldogok a tiszta szívek, az a gyönyör nem a gyönyörnek a, hajhászásból, a hajhászásából jön. És az Antikrisztus szelleme nyom, nyomja a hedonista életet, és ahogy a, 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 világ népességének egy jelentős része gazdagodik, egyre többen fölülnek erre a lóra, hogy az életük értelme a gyönyörnek, ami megjelenik különféle módon az életükben. Ez a hedonizmus, az élvezet központúság. Az Antikrisztus szelleme pedig a következő még, két dolgot említek, és akkor jellegzetességeit fel is soroltam, amit legalábbis én megláttam a teljesség igényen nélkül. Erről is beszél a Biblia. Csúfolódás, cinikusság Isten dolga iránt. Hogy egy olyan skeptikus, amit már a média egyre jobban kezd fölkapni, hogy olyan gonosz, skeptikus, megjelenítési formák, cikkek, riportok jönnek elő, amikor, amikor az Isten örökkévaló igazságát totálisan a és annak képviselőit, és olyan szintű csúfolódás és gúny jön be, de azt is láttam, hogy ezzel párhuzamosan, ahogy ez föl fog erősödni, az Isten ítélete is föl fog erősödni. És ahogy ezek a gonosz, csúfolódó, cinikus dolgok a világ médiájában megjelennek, figyeljétek meg, ezt hiszem, hogy az Isten szelleme által mondom, és mindenki csak megdöbben, hogy hogy megalázták az Isten értékeit képviselő embereket, hogy a következő hírek arról fognak szólni, hogy azok az emberek meghaltak váratlanul. Olyan különleges dolgok történtek velük, mert az Isten van egy dolog, amit tolerál, és van egy pont, ahol nem tolerálja már. És az ő ítélete elő fog jönni, mert az ő embereit meg fogja védeni. Lehet, hogy először úgy tűnik, hogy az a csúfolódás porigalázta ott, de nem fog az az ember megállni Isten ítélete előtt. És ennek hiszem, hogy lesznek olyan látványos, a dolga, amit a világ nem fog érteni, hogy még egyik pillanatban, mint a nagy hős, ott szájalt és le, ledegradálta minden isteni értéket és Isten a következő pillanatban még olyan különleges romlások jönnek, olyan különleges ítéletek jönnek, hogy nem tudják összekapcsolni. Ti tudjátok, hogy ez azért van, mert Isten nem engedi, hogy az ő igazsága egy bizonyos túl, szinten túl eh, meg legyen csúfolva. Nem engedi. Nem engedi de ez, ez a tünet ez egyre jobban föl fog erősödni. És az utolsó dolog, ami a jellegzetesség ennek a szellemnek, a liberalizmusnak, a szabadságnak egy totálisan torz értelmezése. A liberalizmusnak, a szabadságnak egy totálisan torz értelmezése, ami azt jelenti, hogy már említettem korábban, hogy mindent szabad, ez a szabadság. De Pál azt mondja, de nem minden használ. És a Bibliának csak ezt a részét értékeli, hogy minden szabadság és semmi határ nincs, semmi korszak nincs. Ez újból és újból felütötte a fejét a hippi korszakba, máshol, hogy a szabadságot úgy érték meg. De ha megnézitek, azok a hippik, Olvastam róluk egy statisztikát. Tudjátok, mi volt a gyümölcse? Jézus mindig azt mondja, hogy a gyümölcséről lehet megismerni. Azok a hippik, akik a szabadságnak ezt a külön költöztek meg minden, ezt a formáját választották, a, a halál, még az átlagos halál, halálozási év, nem tudom pontosan abban a korban mennyi volt, 70 év, náluk 35 év és, és sorolták azokat a tüneteket, amik mutatják, hogy ez a fajta torszabadság értelmezés betegséget, degenerációt és mindenféle negatív dolgot hoz be az emberek életében. Mert Jézus világosan mondja, hogy gyümölcserő lehet megismerni a fát. Tehát a liberalizmus ez az általán felsorolt utolsó tünete az antikrisztus szellemének. Szeretném azzal befejezni, az időnk is elment, és egy kicsit összefoglalni azzal itt néhány mondatban hogy az antikrisztusi kor igazi szakító próba lesz mindenki számára. Az antikrisztusi kor, ahogy megy előre, nem fogja tűrni a semlegességet. Az antikrisztusi kor szét fogja választani az Istenit az ördögitől. Lesz egy természetes és természet fölötti szelekció. Az antokrisztusi talán úgy tudnám bemutatni, mint Pilátus. Aki egy római hadvezér, egy uralkodó, egy provinciának a felügyelője, jól el volt. Még a felesége és Duzilla, még voltak Istentől való impulzusaik, álmaik is. De mikor találkozta Krisztussal, ott szint kellett vallani, vagy mellette, vagy ellene. Onnantól kezdve Pilátus nem tudott semleges ember maradni. Na így fog járni az utolsó időknek az embere hogy a semlegesség meg fog szűnni mindenki részéről. És eljön a világos hitvallásnak az ideje. Ha nem történik meg a hitvallás, automatikusan a negatív sodrás elviszi az embert. Mindjárt föl is olvasom ezt az igét. Itt ez egy igazi szakító próba lesz a keresztények számára is hogy a nyomások, kihívások idején ragaszkodnak-e minden áron Isten igazságához, mint az első keresztjének is, akik az életükkel füzettek ahhoz, azért, hogy ragaszkodhassanak az Isten örökkévaló beszédéért. És jó néhányan mártírhalált haltak, lásd István meg a többiek. Az antikrisztusi kor, amint egyre jobban előrébb halad, nem fogja tolerálni a semlegességet. Nem fogja tolerálni az egyes embertől, az iskolában, a munkahelyen, a társadalom minden szféráján meg fog jelenni az a természetes és természetelenes egyben kényszer, hogy az embernek vagy jobbra, vagy balra kell menni. Nem tud megmaradni egy semleges, homogén közegbe, hanem, hanem óhatatlanul el kell indulni valamilyen irányba. És csak azok tudnak, jó irányba elindulni. Akik szeretik az Urat teljes szívükből. Csak azok tudnak, akik ismerik és élik az Isten beszédét, akik ragaszkodnak az ő Istenükhöz, ragaszkodnak azokhoz a menyei kincsekhez, amit Krisztusban kaptak, azok világosan a bárányok oldalára fognak sodródni, és nem a kecskéknek az oldalára. Azok világosan az Istentől való menyei sodrásba fognak bekerülni. De az antikrisztusi kor az meg fogja szüntetni a semlegességet. És még a diákok az iskolában hitet kell vallaniuk ahhoz, nem maradhatnak csendbe, mert olyan dolgok, olyan események történnek, amelyek világosan kihozzák, hogy mi az ő álláspontjuk. A munkahelyen lévő emberek, a társadalmi pozíciókban lévő emberek nem fogják, mint hogy Pilátus se tudta tovább ezt a fajta semlegességet megőrizni, hanem Krisztus egy olyan kihívást jelentett neki, hogy vagy jobb, vagy balra dönteni kellett. És ő mit választott? A hatalmának a szeretetét. A féltését az ő pozíciójának pedig nem volt egy rossz szándékú ember. És sok nem rossz szándékú ember fog sodródni az antikrisztusi áramlattal. És ezért meg kell tanulnunk ragaszkodni az igazsághoz. Az antikrisztusi időszakban a Dánielék esete, a Sidrák, Misák és Abednégónak az esete meg fog ismétlődni. Mert minden, ami le van írva a Bibliában, az profétai előkép. Két fontos előkép volt, az ószövetségi történetekben a Krisztussal kapcsolatos történéseknek az előképe, és az utolsó idők kapcsolatos történések előképe. Van, amikor mind a kettőnek az előképe. És Sidnák és Misák és, 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 és Abednék, attól függ, még fordítás, ugye, mert Misák, meg sokféle fordítás van már, de ők nem hajoltak meg az aranyszobor előtt. Ez az aranyszobor az Antikrisztus szelleme, és később az Antikrisztus személye. Nem hajoltak meg és belekerültek a tűzbe. De ez a tűz, azt mondja a Biblia, hogy valaki ott volt bennük, velük a tűzzel, az angyalok ott voltak mellettük. Ez a tűz még, még a füst se lett. Tehát még bele se sérültek, olyan isteni védelem volt rajtuk. És az antikristusi korszak kitejesedésében az ember nem tud megmaradni semlegesen, mint hogy az akkori társadalmi korszakban sem lehetett. Az utolsó Biblia vers, amit szeretnék idézni, 1 Korintus 12, 2, 3, Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami beneteket a néma bálványokhoz. Azt emelném ki, vitt és sodort valami beneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki Isten szelleme által szól. Senki sem mondhatja Jézus az Úr, csak is a Szent Szellem által. Miről beszél ez az igen? Hogy van ennek a világnak egy ellenállhatatlanul erős, magával vívő sodró magatartása. És nem tudom, voltál-e már olyan vízbe, ahol úgy érezted, hogy olyan erős sodrásba kerültél, hogy nem tudtad teljesen uralni a helyzetet. Voltatok már ilyen helyzetben? Akkor egy kicsit most idézt föl, mert ez az antökrisztusi kor kiteljesedése, Amikor egy olyan erős sodrás lesz, hogy nagyon nehéz lesz kiszállni belőle. Mint ahogy Pilátos is belekerült, és nem tudott kiszállni belőle, mert sértette az egóját. Azt a evilági értékrendet, ha kiszáll, csak radikális eszközökkel lehetett volna kiszállni. Ezért az utolsó időkben kétféle sodrás lesz. A evilágnak az erős, ellenállhatatlan antikrisztusi sodrása, és lesz egy sodrása a Szent Szellem megúszni való vizének is ez a víz szintén egy erős sodrásba viszi az embert, amikor már a víz az úr, nem az ember az úr, nem az úszó az úr, és ez a sodrás valamelyik sodrásba bele fog kerülni az ember. Minden ember. Vagy az antikrisztusi szellemnek, e világnak az ellenállhatatlan erős sodrásába, ami oda az embert az ítéletnek a helyére, a pusztulásnak a helyére, az ördögnek a helyére, ami az ördögnek lett készítve, vagy a szent szellem sodrásába ugorsz bele, ami visz téged az Isten jó és tökéletes akaratába, a kitejesedésbe és az örök életbe. És az Antikrisztusi szellemben nem lesznek semleges vizek. Ott nem lesz semleges víz. Vagy ellenállhatatlanul víz sodor valami, amit úgy hívnak, hogy e Evilágszelleme, Antikrisztus szelleme, vagy ellenállhatatlanul víz sodor a Szent Szellem. De a Szent Szellem nem olyan ellenállhatatlan. Ott ellen tudsz állni. Mert azt mondja a Biblia, hogy akik engednek néki, csak azok kapják, azok fogadják, akik, akik engedik, hogy vezess őket a Szent Szellem, hogy, hogy az Isten fiaként menjenek előre. És figyeljétek meg, és meg vagyok róla győződve, hogy most jön az a korszak, amikor a Szent Szellemnek a sodrása még inkább aktiválódik. Ahogy az Antikrisztus sodrása növekszik, annak az nagyobb erejével növekszik a Szent Szellemnek a sodrása. És emberek váratlanul be fognak kerülni ebbe a sodrásba. Mit eredményez ez a sodrás? Pillanatokat meggyógyulnak, kitisztulnak, megszabadulnak, helyreállnak, mert belekerültek ebbe a mennyei sodrásba és ezért a sodrásért imádkozunk, hogy minden erősebben meg tudjon jelezni, jelenni. Mert emberileg senki nem tud megállni ebben a két sodrásban. Az antikrisztus sodrásában emberileg nem tudsz megállni. A jó szándékúság kevés lesz. Értesz? A humanizmus kevés lesz, hogy te bízol a jóban, ne bízol a jóban az Úrba bízzál. Mert a jóban való bizakodás nem fog megtartani, mert itt a jó már rég eltűnt az antikrisztusi sodrásba. És, és ez a mennyei sodrás, erre van szükségünk. Most számunkra nem az antikrisztus személy a legfontosabb, hanem ennek a szellemnek tüneteit fölismerni, ellenállni, és megerősíteni az úrral való kapcsolatunkat az Antikrisztus szelleme a múlt, és a jelen, és a közeljövő. És már itt van ebben a világban, dolgozik, ezekkel a tünetekkel dolgozik. Ez a szellem nem csak a világban dolgozik. Ez a szellem be akar folyni az egyházba, a gyülekezetbe, a te életedbe, az én életembe, hogy torzítja az értékrendedet, a családodat, a házasságodat. Ez a szellem nem úgy van, hogy kint a világban dolgozik, a gyülekezet teljes védelem alatt van akkor védelem alatt vagy, ha be vagy töltve szent szellemmel, az Isten igéje élő benned, az egy abszolút védelmet jelent. De hogyha ez nem nincs meg, akkor be tud folyni a keresztényeknek az életében is. És azért kellett, hogy, hogy erről beszéljünk, hogy ez az ige megvalósulhasson a 1 Péter 5.9-ben. Ájatok ellene a hídben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések Telnek be testvéreiteken ebben a világban. Ugye ez a kifejezés hogy szilárdan, nem látom most a szilárdokat, de ez a kifejezés a szilárdan azt jelentette, ez egy katonai szakszó volt, letették a katonák a lábukat, és nem mozdultak el egy centit, se bármilyen nyomás is jött, megálltak szilárdan a hitben, és ez az ő antikrisztusi folyamban, hogyha ilyen módon megállunk, megtartatunk és az Isten kegyelme velünk lesz, és számunkra ez nem a nehézségnek a korszaka, hanem az örömnek, a dicsőségnek, a kiteljesedésnek, a győzelmeknek a korszaka, a felemelkedésnek, a tömeges megtéréseknek, a bővölködő éveknek a korszaka, számunkra ez nem a gyötrelem korszaka, hogyha meg vagy töltve hittel és szent szellemmel. Mindenki mondja. Ámen! Ez azt jelenti, hogy mi szeretnénk a mennyei sodrásba benne lenni. Jó, úgyhogy fogunk most ezzel imádkozni. Gyertek, kicsit álljunk föl. Gondolom, elég volt az ülésből nektek is, nekem meg az állásból. Úgyhogy most váltsunk. És most szeretnék imádkozni, és ezzel az imával zárjuk le a, a ma estét. Még, még kérném, hogy ezt, ezt az imát még, még közvetítsük. Jó? Menjen Atyám, köszönöm neked, hogy most az Úr Jézus nevében megállhatunk te előtted, és köszönjük, hogy a te igéd az világosság. Köszönjük, Uram, hogy a te, a te beszéded az igazság. Köszönöm, Uram, hogy a Jézus Krisztus nevében megállhatunk most te előtted is, és kérem, hogy az Isten igéje, az Isten igazsága legyen megerősítve most a mi életünkbe. Uram, imádkozom a hallgatókért, akik most vették ezt az igét. Uram, adj nekünk egy tisztán látást ebben a korszakban, ahol annyi megtévesztés, annyi homályos dolog van, annyi titkos ördögi szándék van a jó dolgok mögött. Uram, add meg nekünk azt a világos látást, Add meg nekünk a Szent Szellemnek a től jövő érzékenységet. Add meg nekünk az igazságnak az erejét hogy tisztán tudjon látni, tudjunk látni. Atyám, legyen áldott a te néped, egyen-egyenként, Uram, hogy az Isten igéje megtartson bennünket az igazságban. Legyen áldott, Uram, a, a mi életünk, hogy a Szent Szellemet tudjuk fogadni, hogy amikor jön a Szent Szellemnek a mozgása, Uram, akkor mi ne ellenálljunk, ne úgy tegyük, ahogy az Ige mondja, hogy akik engednek néki, hogy mi azok közé tartozunk, akik engednek nékik, akik belekerülnek a folyamba, és hívunk téged, Szent Szellem, a mi nemzetünkbe is, Magyarországra, hívunk téged Európába hogy jöjjön ez a mennyei sodrás. Látjuk már az Antikrisztus szellemének a sodrását, de hívjuk most a Szent Szellemet. Hívjuk most a Szent Szellemet, gyülekezet, hívjuk együtt a Szent Szellemet. Hívjad a Szent Szellemet Európára, hívjuk a Szent Szellemet ide Magyarországra, hívjuk a Szent Szellemet a mi életünkbe, hogy sokkal erőteljesebb módon jöjjön és nyilvánítsa ki, az Istennek az örökké való igazságát. Uram, látjuk már az Antikrisztus szellemének a sodrását. Uram, most te jössz, uram, most te jössz, ami nemzetünkbe, te jössz, uram, ami a mi, a mi földrészünkön, kontinensünkön. Uram, egyedül Európa van, lemarad ezen a területen. Már minden más földrészen sokkal erőteljesebb a Szent Szellemnek a sodrása, a a sodrása. Atyám, kérlek! hozd a te szellemedet, négy szelek felől, hadd jöjjön elő a Szent Szellem, ez a mennyei sodrás, hadd jelenjen meg az Isten dicsősége, ami nemzetünkbe, határon belül és határon kívül, jelenjen meg európai nemzetekbe, Uram, mert még nem tapasztaltá meg ez a generáció a a sodrását. És Uram, még imádkozom azért, hogy amikor a semleges állapot, egyre jobban megszűnik. Uram, ad, hogy hitvalló keresztjéneké váljunk. Uram, erősíts meg az igazságban járókat, hogy ne bizonytalanodjanak el. Uram, én imádkozom, hogy tegyél bennünket hitvalló keresztjéneké, úgy, ahogy az első időkben is láthattuk. Ezért legyen megáldva a kereszténység, legyen megáldva az élő hitű emberek és testvérek, hogy az igazságban meggyökerezve, szilárdan tudjanak állni. Ezért Isten népe, legyél áldott, legyél áldott, és ez a korszak legyen a te kiteljesedésednek a korszaka. Az Isten dicsőségek kibontakozásának a korszaka. Ez a korszak legyen a hét bő esztendőnek a korszaka. Ez a korszak legyen a te életed, szellemi, anyagi, szolgálati kiteljesedésének a korszaka. A Jézus Krisztus hatalmas nevében. Ámen! Így legyen! Így legyen, hát ennyi fért bele a ma estébe, úgyhogy elköszönünk mindenkitől, elköszönünk az interneten lévőktől is, és ti pedig még ne siessetek el, élvezétek a, a ma estét, itt lehet beszélgetni, a büfé is ki fog nyitni, úgyhogy jó estét mindenkinek. Isten áldjon! Meg.